Az igazságügyi minisztérium honlapján elérhető azon webáruházak listája, akiknél már tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot vagy engedély nélkül működnek. Ezért egy-egy áruház honlapján érdemes megnézni, hogy a kötelező tájékoztatásnak eleget tesznek-e. Ilyen például a fizikai elérhetőség, vagyis a székhely megadása. Ha csak telefonszám vagy e-mail cím van feltüntetve, az gyanús lehet. Érdemes elvégezni egy árösszehasonlítást is a vásárlás előtt. Nem árt a későbbiekben, ha képernyőfotó bizonyítja, hogy honnan, mit és mennyért rendeltünk. Fontos tudni, hogy a szerződés csak akkor jön létre, ha 48 órán belül a kereskedő visszaküldi az igazolást a megrendelésről. De más internetes vásárlással kapcsolatos információkat is mondott Görömbeiné dr. Balmas Katalin a 35 perc című műsorunkban ha mondjuk egy nagyobb műszaki terméket vásárolunk, akkor menjünk el egy műszaki áruházból, nézzük meg, és ha utána neten megrendeljük, akkor tulajdonképpen előnyünk van, mert már kinyitottuk azt a hűtőajtót, belenéztünk, körbejártuk, stb. Viszont esetleg a neten kedvezőbbek a feltételek, és akkor ott meg tudjuk rendelni. Az elállást pedig indokolni sem kell, de fontos, hogy 14 napon belül vissza kell küldeni a terméket, és ennek költségei a fogyasztót terhelik. A kereskedőnek pedig vissza kell térítenie a teljes vételi díjat, ha abban kezelési és szállítási költség is volt. Azt is. Más a helyzet a személyes üzletben történő vásárlásnál. A 72 órás elállás csak hibás termék eseténél. Tehát ha az nem alkalmas a rendeltetés szerű használatra, akkor kell a vállalkozásnak kicserélnie a terméket. Minden más esetben az üzlet saját üzletpolitikája határozza meg, hogy visszaveszi-e vagy sem. 35 perc című műsorunkban a békeltető testület elnöke arról is beszélt, mi a helyzet a külföldi, unión kívüli webshopokkal ha uniós államon belüli a tagállam, ahonnan vásárolunk, akkor ott ugyanazok a szabályok vonatkoznak. De ha tényleg Kínából, Amerikából veszünk dolgokat, egyrészt most már nincs ez a vámmentesség, ami korábban volt a 22 euróig, most már ez nincsen, tehát mindenképpen ezeket a dolgokat, áfát és egyebeket a adójogszabályok szerint le kell rónunk. A másik dolog pedig, hogy ilyenkor elállunk, önmagunkat rövidítjük meg azzal, hogy esetleg alkatrész utánpótlás, vagy jótállási kötelezettség, vagy egyebek. Tehát mindazt, amit az uniós jogszabályok nekünk, mint fogyasztói jogokat biztosítanak, azokat önmagunkat zárjuk ki. Lehet, hogyha ezeket hozzászámoljuk, akkor nem is éri meg az a terméknek az ára már ha ezt is hozzávesszük, mint amennyinek elsőnek látszik, sokszor az olcsó drágább lesz a végén. Amennyiben a fogyasztónak problémája van a szolgáltatással, a termékkel vagy az eladóval, és azt nem tudja rendezni, a békéltető testülethez kell fordulnia. 2022-ben a legtöbb probléma használt autókereskedéssel, építkezéssel és felújítással volt kapcsolatos. Fontos, hogy ne csak szóbeli megállapodás legyen a vásárlások során, az írásban rögzített adatok ugyanis megkönnyíthetik a későbbi vita rendezést.